A Csongor és Tünde eredetileg kísérő zene volt Vörös Martin mesejátékához. Részben melodramatikus aláfestő zene, részben bevezető zenék az egyes felvonások elé, részben pedig közzenék a képek közé. A mű ebben a formában 1913-ban készült el a Nemzeti Színház megbízásából, és 1916-ban került bemutatásra az Operaházban a Nemzeti Színház művészeivel és az Operaház zenekarával. Néhány évvel később átkerült a mű a Nemzeti Színházba. 1930-ban Márkus László balettformában mutatta be a Csongor és Tündét, eszerint a mostani balett bemutató lényegileg felújítás. De mégis lényegesen más a mostani megformálás, mint a régebbi, az 1930-i. A zenei képek sorrendje is más, hangszerelése is itt-ott változott, úgyhogy új partitúrát kellett írnom. Ebben a formában körülbelül 50 percig tart.